egy sikerekben gazdag évet tudhat maga mögött a Szarvasi Városi Könyvtár. Visszatekintve a 2018-as évre, nem csak egy programokban és foglalkozásokban gazdag időszakról beszélhetünk, hanem a szakmai sikereket is meg kell említenünk. Az intézmény vezetőjével, Baginé Tóth Erikával elevenítjük fel az elmúlt esztendő történéseit. Szeretettel köszöntöm kedves nézőket! A Városi Könyvtárra már évek óta jellemző az, hogy igen gazdag programokban, illetve sok mindent fel tudunk mutatni feladataink teljesülése közül. Azonban az elmúlt esztendő, a 2018-as év kiemelkedő volt ebből a szempontból, hiszen meghatározta több dolog azt, hogy felszaporodtak olyan kulturális rendezvényeink, amelyek korábban nem voltak megszokottak, illetve a már korábban bevált és a látogatók által kedvelt programokat is folytattuk. Erről szeretnék egy kis összefoglalót adni, kezdve a könyvtár hagyományos szolgáltatásaival. Ilyenkor összegezzük, hogy megérte a sok program, mennyi látogatót vonzottak ezek a programok, rendezvények, illetve hogy jól végeztük-e a dolgunkat a könyvtárban, ez mindig ott mérhető le, hogy mennyien látogatják a könyvtárat. És azt gondolom, illetve az a stratégiánk, hogy tulajdonképpen a legvonzóbb reklám egy könyvtár számára mindig maga a könyv, hogy új könyveket tudunk felmutatni, beszerezni olvasóinknak, hiszen a könyvtár elsősorban a hagyományos könyvtári kölcsönzésre építi a szolgáltatásait, ami már azt gondolom, hogy jóval túlhaladta ezt, tehát nagyon sok mindent csinálunk emellett, de koncentráltan figyelünk arra, hogy olvasóink elégedettek legyenek azzal, amit itt kínálunk nekik, a könyves polcon is. Így az előző évekhez, hagyományához híven idén, illetve az elmúlt évben is minden hónapban új könyvekkel tudtunk jelentkezni. Ehhez természetesen a költségvetést így is tervezzük minden évben, és nagy segítség Szarvasváros önkormányzatának a támogatása, aki tulajdonképpen a nagy részét ennek a költségvetésünkben biztosítja. Így az elmúlt évben közel 2 millió forintot fordíthattunk dokumentumbeszerzésre, figyelve az olvasók igényeit, a legújabb bestseller könyvektől a speciálisabb szakkönyvekig, általában az olvasói kérésekhez igazítjuk ezeket. És természetesen igyekszünk pályázatokkal is kiegészíteni a könyvbeszerzést, ez így történt az elmúlt évben. Egy nagyobb összeggel, az érdekeltségnövelő pályázat 500 000 forinttal tudta ezt még kiegészíteni, és egyéb pályázatokból azt mondhatjuk, hogy összesen az önkormányzati támogatással együtt 3 000 000 forintot költhettünk új könyvre és folyóiratra. Ez azt hiszem, hogy aki a könyvtárunkba látogat, ha emlékeznek még az elmúlt években sikerült látogatóbarátabbá tenni az olvasótermünket. És azt gondolom, ha végignézünk a polcokon, most már az is látszik, hogy megújultak a könyves polcok, tehát új könyvek találhatóak, szem előtt helyeztük el ezeket olvasóink számára. A hagyományos szolgáltatásokhoz tartozik emellett az is, hogy egy kicsit alakítsuk az olvasók ízlésvilágát, és ezt már gyermekkorban elkezdjük. Éppen ezért nagy hangsúlyt fektettünk az elmúlt évben is gyermekprogramjainkra. A kiválóan működő gyermekkönyvtárunk nagyon jó bizonyíték erre, hiszen havi szinten, azt mondhatom, hogy heti szinten új programokkal, rendezvényekkel jelentkeztek a látogatók előtt. Két gyermekkönyvtárosunk megállás nélkül szervezi a gyermekprogramokat, és ennek az eredményét is érezzük, hiszen a törpi könyvkuckóban kezdő kisbabák, akik már, igen, most már általános iskolások, tehát közel 10 éve tartó programunk ez,
Tehát azok, akik itt kezdtek, visszajárnak könyvtárunkba, és kamatoztatjuk tulajdonképpen az akkor befektetett munkát, abban, hogy olvasóvá tudtunk nevelni nagyon sok gyermeket. Csak néhányat emelnék ki a gyermekkönyvtári szolgáltatásokból. Természetesen itt is a könyvkölcsönzés, folyóiratolvasás, ami kibővül most már egy ifjúsági sarokkal, egy ifjúsági teremmel, szintén a gyerekek, fiatalok rendelkezésére áll. Emellett az iskolákkal is nagyon jó kapcsolatot építettünk ki, és havi programjainkon találkozunk csoportokkal, akiknek a gyermekkönyvtárosok, illetve egyéb programok biztosítják a kikapcsolódást, illetve a tanulást. Tanulni is megtanítják ezeken az órákon természetesen a gyerekeket, hiszen az információkeresés megtanítása egy sarokpont, azt gondolom, a mai iskolákban is. Ezt kiegészítik természetesen az egyes alkalmakhoz, ünnepekhez tartozó gyermekprogramok, a nyári olvasótábor, és jó kapcsolatban vagyunk az iskolai közösségi szolgálatosokkal is, akiket be tudtunk vonni ebben az évben is. A rendezvényeknél visszatérnék majd még ezekre. A felnőtt könyvtári oldalról szeretnék egy kicsit bővebben beszélni, hiszen nagyon sok programunk volt korábban is a gyermekeknek. Úgy gondoltuk, hogy abban a pályázatban, amit az elmúlt évben indítottunk és adtunk be korábban, a felnőttek felé fogunk fordulni programokkal, méghozzá itt is hasonló módon, mint ahogy a fiataloknál, elsősorban a képzésre, tanulásra irányítottuk a figyelmet. Így a 2018-ban induló nagy pályázatunk, ez egy uniós pályázat, egy EFOP pályázat megvalósítása, amely 2 évig tart, tehát ebben az évben is folytatjuk, nyert közel 35 millió forintot, és ebből nagyon sokszínű és többrétű programot tudtunk kínálni felnőtt közösségeknek. A pontos címe ennek a pályázatnak lehetőségek az egész életen át tartó tanulásra a Szarvasi Városi Könyvtárban. Elsősorban tehát a felnőtt korosztályra irányul, és olyan képzési, önképzési lehetőségeket biztosít, amely hasznára válhat az idejáró, idelátogató résztvevőknek, nem csak a mindennapi életben, de akár a munkavállalás területén is, tehát mindenképpen egy olyan jó befektetés, amit a könyvtár itt segíteni tudott a látogatók számára. Ezekről egy kicsit részletesebben is említést tennék, hiszen meghatározó volt a könyvtár elmúlt évének programsorozatában az, hogy havi és heti szinten ismétlődtek ezek a klubok, ezek a közösségi programok, és ezt egészítettük ki azokkal a kulturális programokkal, amelyekkel találkozhattak a kedves nézőink, szarvasiak. Az egyik ilyen klubunk, ami korábban is már ismeretes volt, és erre építettük a továbbfejlesztést, az internetkör. Ezt kollégánk Szlosziár Edit informatikus könyvtárosunk kezdeményezte évekkel ezelőtt, és egy olyan, tulajdonképpen egy kis intézmény alakult itt ki a könyvtárban, amely nagyon nagy szolgálatot tesz az internet iránt érdeklődő felnőtteknek. Ez az idősebb korosztályból indult első nekifutásra, de mindenki, aki jobban meg akar ismerkedni ezzel a digitális világgal, hasznos ismereteket szerezhet Editnél. Az internetkör résztvevői megismerkedhettek ebben az elmúlt évben az infokommunikációs technológiákkal, a digitális világgal, az internet veszélyeivel, lehetőségeivel. Külön tanmenet segíti ezt, és már erre az évre is elkészült az újabb, és újabb jelentkezők miatt kibővül most már ez a csoport is. És nagyon jól kiegészült ez egy másik olyan országos pályázattal, amit minden könyvtár végez, így mi is, a digitális
írástudás fejlesztése, digitális kompetenciák fejlesztése, ez tulajdonképpen országosan egy program, és ebben mi is be tudtunk kapcsolódni ezzel. A másik ilyen programunk a Mamakör, amelyet szintén egy már korábban ismert programunk, gyerekkönyvtári programunkra építettünk. Itt elsősorban a fiatal szülők felé irányítottuk a figyelmet, kisgyermekes anyukákat vártunk a Mamakörbe, amelyet kiegészítettünk egy olyan programmal, amely havonta zenés, mondókázós programot kínált az anyukáknak. Azt gondolom, hogy ez a mai világban egy hiánypótló dolog, hiszen régen egy nagyobb családban megvolt még az átadása, ez a nagyszülőkről, szülőkről, gyerekekre vándoroltak ezek a mondókák. Én magamról tudom, hogy amikor kisgyerekeim voltak, akkor azért elő kellett vennem a könyveket, hogy megtanuljak néhányat. Tehát a mai fiataloknál, a fiatal anyukáknál azt hiszem ez a nagy segítség, hogy van egy ilyen kör, ahol együtt tudnak foglalkozni a kisgyerekekkel. És emellett természetesen az egészségmegőrzésre, a mozgásos, játékos feladatokra is figyelmet fordított a program vezetője, és mindenképpen ez a hetente ismétlődő kör, ez nagyon vonzó volt a fiatal anyukák számára, és természetesen a későbbiekben is folytatódik. Ugyancsak egy korábban ismert klubunkat tudtuk színvonalasabbá tenni. A Csillagászkör szintén korábban kezdett a könyvtárban működni, és ezt tudtuk folytatni olyan előadásokkal, előadók lehívásával, akik a természettudománynak ezt a speciális ágát behatóbban ismerik, és át tudják adni az érdeklődőknek. És természetesen nem csak elméleti tudást adnak itt át, hanem gyakorlatit is. A csillagászkörhöz tartozó eszközöket is megismerhetik az ide látogatók, a kör tagjai, és ki is próbálhatják természetesen azokat a távcsöveket, amelyeket pályázat segítségével tudtunk beszerezni. Itt egy nagyobb megmozdulásra is sor került. Az elmúlt évben tapasztalható napfogyatkozást szerettük volna ugye megfigyelni, ugyan az időjárás ennek nem kedvezett, egy nagyon jó tapasztalat volt akkor kivonulni Szarvasváros főterére, és megtapasztalni azt, hogy az emberek mennyire szívesen összejönnek egy ilyen program kapcsán, egy szabadtéri alkalommal, és ez is egy jó példája volt annak, hogy hogyan formálódhatnak közösségek egy akár természettudományos klub köré is. Folytatva a sort, még egy klubot indítottunk, amire nagyon nagy igény volt már korábban. Idegen nyelvi társalgási kört hirdetett meg a könyvtár. Ezt itt tartottuk két hetente, és az első évben a német nyelvet tudták gyakorolni az ide látogatók, illetve a klub tagjai, akik jelentkeztek. A szakkörvezető segítségével természetesen itt inkább a haladó nyelv iránt érdeklődők jelentkeztek, tehát társalgási ismeretekről volt szó, elsősorban a kommunikáció, hogyan tudják megértetni magukat idegen nyelven az emberek. És ebben az évben már megvan a következő csoport, hétfőtől indul az angol nyelvű szintén társalgási kör. Itt egy specialitása ennek, ami megint csak nagyon vonzó lehet, egy idegen nyelvű tanárt sikerült foglalkozásvezetőként felkérnünk, és aki valóban nem ért magyarul, tehát tulajdonképpen nagyon jó gyakorlat lehet azoknak, akik akár nyelvvizsgára készülnek és előtte vannak, vagy szeretnek egy idegen nyelvet tanulni. A pályázat keretein belül két nagyobb
tanulmányútra került még sor. Művészeti utazás címmel szerveztünk jelentkezőknek, szarvasiaknak két olyan kirándulást, többnapos kirándulást, amellyel néphagyományokat, különböző látványosságokat, kulturális tevékenységeket ismerhettek meg. Így egy 30 fős csoporttal jártunk Pécsett, ahol az idegenvezető valóban olyan kulturális dolgokat mutatott meg, amely beépülhet a mindennapi tudásunkba. És még egy nagyon szép utazást tettek az Őrségbe, egy olyan kirándulást, ahol a természeti értékeket is megcsodálhatták, illetve a különböző néphagyományokat megismerhették az ide jelentkezők. És szeptemberben indult egy olyan előadássorozatunk, ami az alkalmazkodás a változó világ kihívásaihoz címet viseli. Ez egy előadássorozat, és ezen belül pszichológiai, illetve a hétköznapi élettel, mindennapi tevékenységekkel kapcsolatos hasznos ismereteket tudnak átadni előadóink. Ez egy nagyon népszerű előadássorozat volt eddig is. Az előző évben Frankó Tünde kineziológus tartott egy olyan összefüggő pszichológiai témából összeállított előadássorozatot, amelynek még két alkalma erre az évre nyúlik át. És ezt folytatjuk természetesen egészen augusztusig ebben az évben is, más előadókkal szintén. Amelynek egy másik része, ennek a témának egy másik részét itt a háttérben éppen megtapasztalhatják a kedves nézőink is, hiszen nem csak az elméletre fókuszáltunk, hanem a gyakorlati hasznos ismereteket is szeretnénk átadni, megismertetni a szarvasiakkal. Így egy kicsit talán távol állhat a könyvektől, de azt gondolom, hogy a könyvtár szerepe itt most már átment inkább a közösség összetartásba, a közösség fejlesztésbe, az információ átadásba. És a gyakorlati oldal az a varrás és a szövés megismerése, és ezen keresztül megint csak a néphagyományok, a hagyományos ismeretek átadása, ami megint csak vissza tudok kanyarodni az előbb említetthez, hogy nem biztos, hogy már egy családban ezek átörökíthetőek, vagy átöröklődnek a fiatalokra. Tehát megint csak egy hiánypótlást tapasztalunk, nagyon nagy érdeklődés van. A kisné Szalai Edina által vezetett a Textil Világa című programra, ahol az alapokat ismerhetik meg a fiatal hölgyek, és ehhez eszközöket is tudunk biztosítani. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy sikerélmény is, amit itt a kreativitással meg tudnak élni az emberek, és amire nagyon nagy szükség van a mindennapokban, hogy saját olyan termékeket tudnak előállítani, amelyet azután használni is tudnak, és mégis saját kezük munkáját dicsérheti ez. Ebben az évben szintén folytatódik ez a kör, és egy specialitása lesz, hogy a szövéssel is majd megismerkedünk. Azt gondolom, hogy ez a két dolog megint csak ahhoz tartozik, hogy a hagyományainkat hogyan tudjuk megőrizni, konzerválni és felhasználni az utókor számára. A program tehát ilyen széles körű volt és színes, és ebben az évben december 31-ig folytatódik, de természetesen a célunk nem az, hogy itt véget érjen, hanem hogy elindítson valamit, és ezt itt a könyvtárban meg tudtuk tapasztalni valóban, hogy nem csak látogatottsági létszámban látszik ez, hogy a programokra mennyien járnak, hanem egyre többen fordultak ebben az évben a könyvtár felé. Egyre több olyan közösség alakult itt a könyvtáron belül, amelybe az emberek szívesen járnak, és amely egy olyan kikapcsolódási lehetőséget ad, ami azt gondolom, hogy a mai Facebookos világban nem egy utolsó szempont. Tehát jó megtapasztalni azt, hogy az emberek itt egymásra tudnak találni, és barátságokat, közösségeket tudnak kialakítani.
Természetesen a programok mentén eszközparkunk is bővülhetett. Amit kiemelnék a sok számítógép és egyéb eszköz közül, az természetesen egy olyan újdonság, amit már bemutattunk az elmúlt évben. Sikerült egy 3D nyomtatót beszereznie a könyvtárnak. Itt az internet körünkhöz kapcsolódó új technológia megismerése lesz ez ennek a segédeszköze. Emellett az említett klubokba az eszközöket, szövő állványt, varrógépet vásároltunk, csillagásztávcsövet, és nem csak a csillagászat, hanem a természettudományok terén egy kicsit a mikrovilágot is majd be fogják mutatni ezek az előadások, így egy olyan speciális mikroszkópot, ami kamerával kivetíthető felvételeket tud közvetíteni, ezt ebben az évben fogjuk majd bemutatni. Még a pályázat kapcsán érdemes lenne kiemelni. Ebbe a program sorba, amit most elmondtam, több mint 200 főt tudtunk bevonni, tehát megmozgatni a szarvasiak közül, akik aktívan részt vettek ezeken a programokon. Ami azt gondolom, hogy egy igen magas létszám ahhoz mérten, hogy milyen mélységű programokról van itt szó. Tehát itt nem csak egy egyszeri rendezvény látogatásról, hanem egy klubba járásról, illetve az előadásokon való részvételről beszélünk. És természetesen jól kimutatható a beiratkozott olvasók létszámában is ez, hiszen egy-egy ilyen program ráirányítja a figyelmet a könyvtár egyéb szolgáltatásaira is, úgyhogy sokan fordultak kölcsönzőként is a könyvtár felé. Az egyéni partnerek mellett azt is meg kell említeni, hogy a város civil szervezetei közül is nagyon sokkal jó kapcsolatot tudtunk kialakítani ennek a programnak a mentén. Így közülük is kiemelném Szarvasváros barátainak körét, akikkel olyan szorosra fűződött a kapcsolat, hogy több az elmúlt év során több előadást, programot hoztak ide hozzánk és tartottak itt meg nálunk. Úgyhogy ezt szeretnénk a későbbiekben is kamatoztatni, és természetesen mindenben együttműködni, amiben csak tudunk. Egyéb kulturális programjaink is kiegészítették ezt az eddig is bőségesnek mondható sort. Természetesen nem váltunk meg azoktól a korábbi előadásoktól, programoktól sem, amelyeket szeretnek az olvasók, a látogatók. Így író-olvasó találkozóink, úti beszámoló sorozataink folytatódtak ebben az évben is. Én most ezekre nem térnék ki részletesen, biztos mindenki emlékszik ezekre. És ami azonban kiemelendő, hogy ezeket a kulturális programokat már nem pályázatból és nem a költségvetésünkből tudjuk megvalósítani, hanem működik a könyvtár mellett egy nagyon jól működő alapítvány, a Szarvasi Bibliotéka Alapítvány, amelynek az éves bevételét az 1%-okból ide fordított adományokat, támogatásokat, ezekre a kulturális programokra tudtuk fordítani. Tehát a legtöbb író-olvasó találkozót és programot a könyvtárban a Bibliotéka Alapítvány támogatása segíti. És nagyon megható volt azt tapasztalni, hogy ezt a kis alapítványt egyre többen felfedezték az elmúlt évben. Így, ha emlékeznek, a Hunyadi Kastélyban Békés Szent Andráson megtartott író-olvasó találkozóra, irodalmi előadásra, Dányi Csilla és Árvai Anikó szervezésében a Szarvasi Bibliotéka Alapítvány volt a támogatott intézménye, szervezete ennek az előadásnak.
illetve egy másik olyan előadásnak is tanúi lehettek az elmúlt évben, itt épp az utolsó ilyen programunk volt, Orosz György könyvbemutatója, Orosz Iván válogatott verseit adták ki és mutatták be itt nálunk, az innen származó támogató jegyre adott bevételt szintén az alapítványnak ajánlotta föl Orosz György, amit szeretnénk ezúton is megköszönni. És mi is igyekszünk az alapítvány népszerűsíteni. Itt a könyvtárban, ha valaki úgy gondolja, hogy támogatni szeretné a könyvtár szolgáltatásait, programjait, megteheti egy úgynevezett könyv örökbefogadási akciónkkal, ami néhány száz forinttól néhány ezer forintig tartó adományokat fogad be, és ezt mindig nagyon szívesen látjuk. Beiratkozott olvasóink száma is növekedett, amint mondtam, de ügyelünk arra is, hogy akik nem tudnak eljutni a könyvtárba, hozzájuk is eljutassuk a könyvtárat. Erre már nagy szolgálatot tesz a digitális világ, hiszen interneten keresztül elérhető a könyvtár honlapja, a könyvtár elektronikus katalógusa és adatbázisai. De emellett természetesen egy kicsit személyesebb jellegű programunk, feladatunk is van. A házhoz a könyvet szolgáltatásunk, amellyel az elmúlt évben is néhány olyan hátrányos helyzetű, mozgássérült vagy nehezen közlekedő olvasónkhoz juttathatunk el könyveket, akik nem tudtak eljönni hozzánk. És ami az elmúlt év végét megkoronázta, mindennek a nagyon sok munkának tulajdonképpen a gyümölcse és eredménye, mindemögött nagyon nagy szakmai munka folyt. Tehát a programok szervezése, a szolgáltatások minőségi bététele, az annak a hat könyvtárosnak a munkáját dicséri, akik a Szarvasi Városi Könyvtárban tevékenykednek nap mint nap. És mi ezt szerettük volna megmutatni egy pályázat kapcsán, hogy igenis jól és szervezetten működünk. Egy minősített könyvtári címre szóló pályázatot nyújtottunk be az elmúlt évben. Ez egy szakmai pályázat, szakmai bírálóbizottság előtt döntöttek arról, hogy az országban 15 másik könyvtárral a Szarvasi Városi Könyvtár is megérdemli a minősített könyvtári címet. Így ennek nagyon örültünk, az elmúlt év végén erről többször beszámoltunk. Ez egy nagy elismerés a könyvtár, és azt gondolom, hogy a város részére is. A könyvtár további tevékenységét ott folytatjuk, ahol december 31-én abba hagytuk, és már el is kezdődött ugye az új év. Zajlik természetesen a programok sora, és szeretnénk minél több programmal és rendezvényel jelentkezni ebben az évben is. Ami egy kis meglepetés itt az év elején, érdemes majd figyelni, a könyvtár honlapja fog megújulni. Ezt szeretnénk majd eljuttatni minél több fórumon keresztül olvasóinkhoz, érdeklődőinkhez, és ott is meg tudják nézni azt, hogy miért is érdemes a Városi Könyvtárba látogatni. Akkor elmondhatjuk, hogy a könyvtárnak közösségteremtő ereje van, és szinte minden korosztály meg tudja találni a magának valót benne a programok között. Így van, tehát ez tényleg egy olyan év volt, amikor tehát semmiképpen nem szeretnénk a hagyományos szolgáltatásoktól eltérni, hiszen ez egy nagyon erős alap egy könyvtárban, erre építünk. De mint ahogy más könyvtárak is, és Európában is mondhatjuk, hogy már a könyvtár ügynek ez az iránya,
hogy az embereknek egy olyan helyet biztosítson, ahol találkozhatnak, egy közösségi tér szerepet vállaljon fel, és erre ez a sok program nagyon alkalmas volt, úgy gondolom, hogy egy jó kezdő lépést tudtunk ezzel megadni afelé, hogy most már a Szarvasi Könyvtár is közösségi hely lesz. Néhány számadatot, ezek szigorúan a beiratkozott olvasókra koncentráló számadatok, tehát ugye azt tudni kell, hogy kölcsönözni beiratkozott olvasó tud, aki az éves tagdíjat befizeti, ami 1000 forint éves szinten, és ennek a különböző kedvezményei természetesen jelentkeznek. Tehát azt gondolom nem egy olyan magas összeg, amit ismerve a könyvárakat ne tudnánk megtenni, hogy kifizetünk, és valóban biztosítjuk azokat az új könyveket számukra. Tehát a beiratkozott olvasók számáról tudok egy adatot mondani. Ez közel 2400 olyan olvasónk van, aki rendszeresen kölcsönöz, és új olvasó 340 körüli iratkozott be újként, akik rátaláltak a könyvtár szolgáltatásaira. Kisvárosi szinten én azt gondolom, hogy ez egy jónak mondható számadat. Természetesen mindig magasabbra törekszünk, tehát jobbra törekednénk. A célunk az, hogy ezt minél jobban növeljük. Én úgy gondolom, hogy még sokan vannak Szarvason, akik szeretnek olvasni, csak még nem találtak meg bennünket. Milyen fórumokon tudnak ők megtalálni titeket? Amint említettem, az internet már segítség ebben. Van Facebook oldalunk is, amihez lehet csatlakozni, és ott igyekszünk nagyon frissen, napi szinten beszámolni az eseményekről. Természetesen a honlapon keresztül minden szolgáltatásunkról információt szerezhetnek, de azt hiszem, hogy a legjobb a személyes kapcsolat. Kicsit talán a városközponttól távol esik a könyvtár, de azt gondolom, hogy nem olyan távolság ez, amit ne lehetne megtenni. Így a Vajda Péter utca 26 szám alatt megtalálják az olvasószolgálatunkat, és itt nagyon kedves könyvtárosok várják a beiratkozni vágyókat. Információt itt találhatnak, de természetesen telefonon keresztül is nagyon szívesen válaszolunk a kérdésekre, vagy e-mailben. A Szarvasi Könyvtár idén januárban is több érdekes programmal várja a látogatóit. A Textil Világa elnevezésű foglalkozást 19-én az Origami Klub követi, ahol az érdeklődők megtanulhatják, hogyan is kell térbeli csillagot varázsolni papírból. Január 25-én egy történelmi témájú előadás keretén belül betekintést nyerhetnek a látogatók Mátyás király magánéletébe. 29-én újabb önismereti témájú rendezvény várja az érdeklődőket, Frankó Tünde kineziológus ezúttal a családi minták témakörét járja körbe. Január 31-én pedig a Szarvasi Csillagászklub soron következő programján Bagi László szarvasi asztrofotóst köszönhetjük a könyvtár falai között. A programokon való részvételt minden alkalommal ingyenesen biztosítja az intézmény. Várja önöket szeretettel a Szarvasi Városi Könyvtár!